Jó reggelt kívánok mindenkinek, és kívánok szívből boldog, áldott feltámadás ünnepet. Az igét olvasom János Szerinti Evangélium 20. részéből 19. verszakot. Mikor azért estelet aznap, a hétnek első napján ajtók zárva voltak, köztük megállt Jézus, és ezt mondta, békesség néktek. Az első húsvét este igény szerint. Nincs ünnepi hangulat, nincs tavasz, nincs jókedv, nincs sonka és talán főtt tojás, nincs ünnepi ebéd, találkozás, de van szorongás, félelem. Ajtó és ablak zárva Jeruzsálemben, abban a lakásban, a lakás felső szobájában, ahol történt korábban az utolsó vacsora is. Tizenegy tanítvány, egy-két asszonyjal talán tanakodnak, most mi legyen velünk. Nagyon félnek, rettentően félnek és békétlenek. Jézus meghalt, oda a reménységünk, mi lesz velünk, minket is keresnek halára. Karabáli rendőrök, besugók, akárkik. Mi lesz velünk? Békétlen világ, ajtó és ablak meg nem nyílik, csak ott van közöttük Jézus. Csendesen szól, békesség nektek. Senkit nem bánt, nem mondja, hát én nem hisztek, ilyenek vagytok. Nem, egy szóval sem. Ez nem az ő pedagógiája. Ő így szólt, békesség nektek, békétlen, fáradt tanítványok. Nincs vége a történetnek. Különleg azt akarta, hogy legyen vége, nincs vége a történetnek. Ajtó és ablak nem nyílt ki, mégis bement. Egy fiatal ember egy kórházban, karanténban ezt élte át. Teljes, magányban, betegségben, fertőző bajjal. Ajtó nem nyílt meg, ablak sem, belső hang, békesség neked ne félj, fel fogsz kelni, újra kezded, meggyógyulsz. Ma is, akkor is, és csendesen mindig is. Ez Jézus, aki békét hoz, aki megoldást hoz ma is. Áldja meg életünket az ő hiteles békéjével. Amen.